Sziasztok! Sziasztok! Folytatjuk a videósorozatunkat, mely az interjúkra való felkészüléssel foglalkozik. Mint már említettük, a különböző kérdésekre is ki szeretnénk térni, ezekről több videó fog készülni majd. A mai nap veszünk egy nagyon tipikus, nagyon gyakran elhangzó kérdés, mely magyarul úgy hangzik, hogy mesélj magadról, vagy mutatkozz be néhány szóban. Angolul sokszor ez a term about yourself. Úgyhogy nagyon könnyűnek tűnik, de talán mégse az. Erről fogom beszélni, de előtte... Jöjjön az intro! Intro! Tehát, vágjunk is bele! Ugye a mesélj magadról kérdés az nem más, mint az első benyomás az interjúztató és az interjúzó fél között. Ez az első benyomás, ez nagyon fontos, mondanom sem kell, mint ahogy normális hétköznapi találkozás, akkor is az első benyomás az egy nagyon meghatározó történés. Nincs ez másként az interjúk során sem. Ez azonban erre a kérdésre lehet nagyon sokféleképpen válaszolni, lehet kicsit bővebben, lehet kicsit rövidebben. És azt is mondanám, hogy igazából nem lehet nagyon elrontani az interjút ezzel a kérdéssel, hogy nem válaszolsz jól, vagy nem jó dolgokat mondasz. Inkább azt mondanám, hogy ezáltal lehet egy bemutatkozás átlagos és átlagon felüli. És a kulcs itt is a felkészülés. Tehát az első javaslatom az lenne, hogy készüljünk fel erre a kérdésre. Még akkor is, ha azt érezzük, hogy nekünk nem okoz problémát elmondani rólunk, magunkról egy pár gondolatot, hogy kik vagyunk, mit tanultunk, mit dolgoztunk. A fasz hiszem. Ki? A csávó, ki hozzá fel azt. Szembe? És most mehet az egész kukába? Nem vagy valahogy. Folytassuk. Jó. Most még így néz? Nézd. Most húzza meg a izé? Na most csak húzza. Tehát azt mondanám, hogy ez a bemutatkozás lehet egy átlagos, illetve egy kiemelkedő is, attól függően, hogy mennyit készülsz rá. Tehát itt is aláhúznám a felkészülésnek a fontosságát. Hiszen egy jól elkezdett bemutatkozás nagyon-nagyon bizalmat adhat az interjú során, ami igazából végigkíséri az egész beszélgetést. Szerintem itt eldől igazából, hogy te gyakorlatilag egyfajta nyerekbe kerül szerintem. Jó, még ha nem is dől el, mert utána is lehet javítani, ha valami nem lett jó, nem, de tényleg ad egy löketet, vagy egy vissza. Egy nagyon professzionális benyomást tud adni szerintem, hogyha megfelelően hangzik el ez a bemutatkozás. Ezzel kapcsolatosan a Bálint mindjárt megosztja a 3 plusz 1 bónusz tippünket, hogy hogyan építsétek fel ezt a bemutatkozást, ami igazából egy profi képet fog rólatok kialakítani. Ezzel kapcsolatosan csak annyi a tanácsom, hogy mielőtt elmennétek az interjúra, gyakoroljátok be őket, írjátok le, de nem mint egy összefüggő verset, hogy aztán amikor erre a kérdésre kerül a sor, akkor mint egy vers próbáljuk fölmondani, ezáltal egyáltalán nem lesz természetes, illetve hogyha elfelejtjük a pontos szóhasználatot, akkor esetleg zavarba is jöhetünk, és ez szerintem nagyon látszik, hanem inkább a vezérgondolatokat írjuk fel egy 3-4 pontban, amire hogyha ránézünk, akár interjú előtt is beugrik, hogy pontosan mit szeretnénk mondani, ezek azok a legfontosabb pontok, amiket mindenképpen szeretnénk megosztani az interjúztatóval, amiket fontosnak tartunk elmondani magunkról. A bemutatkozásunk legyen rövid, tömör, és tartalmazza a következő pontokat. Térjünk át akkor a tökéletes válaszra. Jó, semmi se tökéletes, de egy jó indulópont. Egyes pont. A szakmai tapasztalatok és a tanulmányok. Ezt mindenképpen el kell mondanunk. Érdemes ezzel kezdeni, ezzel egy picit oldódunk is. Itt nagyon sok attól függ, hogy mióta dolgoztok. Ha 10-20 éves tapasztalatotok van, értelemszerűen nem kell elmondani Ádámtól Éváig az egészet. Érdemes az utóbbi évekre koncentrálni. Vagy ha sok tapasztalat van, netán nagyon terebélyes, érdemes az ide releváns tapasztalatokat elmondani. Ha nincs tapasztalatotok, azzal is semmi probléma, akkor azt is meg lehet említeni, hogy lelkesek vagytok, most jöttetek ki a munkapiacra, hát ilyenkor nyilván több időt a tanulmányaikra fogunk szánni, és akkor esetleg itt megemlíthetünk pár olyan szakot, tantárgyat, ami releváns lehet az adott pozícióra. Vagy akár egy pár projektet, amiben esetleg részt vettünk az egyetem során, szerintem ilyenkor ki kell hozni a lehető legtöbbet. Igen. A lényeg itt is, hogy Anna mondta, legyünk
rövidek, tömören mondjuk el, hisz az önéletrajz az ott van, rendelkezésükre áll, nem kell mindent elmondani, semmi baj, ha valamit elfelejtettetek. Ahogy Anna is mondta, azt a 2-3 dolgot, amit mindenképpen ki akartok magatokról emelni, vagy elmondani, ilyenkor is jusson eszetekben, például a szakmai tapasztalatnál is. Tehát ez volt az egyes pont, szakmai tapasztalat és a tanulmányoknak a háttere, ezt mindenképpen mondjátok el. 2. pont. Mi az, ami motivál titeket a munkában? Nagyon fontos elmondani, ezáltal jobban megismernek titeket, mik azok a dolgok, amit titeket irányítanak. Mi az, amire jókedvel, teli energiával fogtok menni dolgozni. Erre is nyugodtan, őszintén válaszoljatok, próbáljátok felidézni azokat az emlékeket régebbi munkákról, amikor nagyon jól éreztétek magatokat, és éreztétek, hogy igazán oda tudtátok tenni magatokat, vagy ha még nem volt ilyen, de érzitek, hogy van valami, ami nem tudom meg, amivel úgy érzitek, hogy megváltoztatnátok a világot, nem tudom mondjuk megoldani az ügyfélnek a problémáit, akkor ezt bátran mondjátok el, mert fogják tudni, hogy ti kik vagytok, és mi az, ami irányít titeket. 3. pont. Azok a tulajdonságok, amik passzolnak a munkaköri leíráshoz, ezeket mondjuk el mindenképpen. Tehát ha például jók vagytok, jó a probléma megoldó képességetek, nagyon precízen dolgoztok, és ez pont benne van a munkaköri leírásban, akkor mondjátok el mindenképpen a mondandó végén, hogy ilyenek vagytok, hogy ez az erősségetek és a munkátokban ez tükröződni szokott. Ez nagyon fontos, mert ezáltal fogják tudni, hogy hú, ez az ember biztos, hogy nekem ő kell, mert ez pont stimmel. Viszont ez tényleg olyan legyen, hogy ezek mi vagyunk, tehát megint csak nincs értelme hazudni. Persze ez most nem egy ilyen felsorolás szinten kell elképzelni, ezt az egészet egy ilyen szép két kerek mondatba kell foglalni, szövegkörnyezetbe rakni. Erre majd a videó végén egy konkrét példát is mutatunk, hogy ezt nagyjából hogy képzeljük el, vagy hogy kellene kinézni. És végül egy bónusz, még amit megemlítenénk, mondjuk, hogy ez már ilyen felső szint. Ha van rá időtök, nézzétek utána, hogy az adott cég milyen területen dolgozik, milyen az üzletpolitikája, milyen a világpolitikája, ott esetben cégfüggő, mert hogyha vannak benne önértékek, amivel ti is tudtok azonosulni, na, ez nagyon ütős lehet. Mert akkor látják, hogy egyrészt utána néztetek, másrészt, hogy ti is ilyenek vagytok, megint csak nem tudom, lehet ez a környezetvédelem, vagy lehet ez az emberek gyógyítása, tényleg attól függ, hogy milyen cég. Nagyon fontos, ez egy ilyen kis apró dolog, amit ha beledraktok a bemutatkozásotokba, ez megint csak adja azt a pluszt, amire Anna is kitért, amivel már teljesen másképp fognak rátok nézni az interjúnak a többi fázisában is. Ugye, már a markodban vannak. Így. És akkor így a videó végén megosztanánk egy példát, ami konkrétan az én példám, de lehetne akárki másé, nyugodtan használjátok, helyettesítsétek be a ti saját tapasztalataitokkal, így hangzik. 7 év tapasztalattal rendelkezem, melyet különböző multinacionális vállalatoknál szereztem. Több területen is dolgoztam az évek során, IT Service Desk, HR Data Management és az utóbbi években Accounts Receivable területeken helyezkedtem el. Az angol mellett folyékonyan beszélek olaszul, illetve MBA diplomával rendelkezem. A munkámban motivál a probléma megoldás, és ha az ügyfeleknek segíthetek. Ez a szenvedélyem a munkám minőségében is megmutatkozik. Fontos számomra, hogy a cég által képviselt értékekkel személyesen is tudjak azonosulni. Na. Hát reméljük, hogy segítettünk ezzel a videóval, szerintem eléggé kiveséztük ezt a kérdést, és találkozunk a következő videóban, ahol megint egy... újabb kérdést fogunk kifejteni. Így igaz. Sziasztok! Sziasztok.